Bivics itt a városvédőfutásnak vagyunk a részesei itt a Széchenyi téren. Utoljára 2 évvel ezelőtt járt Pécsett ez a városvédőfutás. Nagyszerű a hangulat, jó az idő, és hajrá! Az a célja, hogy a kellemes családi, baráti társaságok testmozgása mellett az adott régiónak, városnak, történelmi városrésznek az értékeire hívja fel a figyelmet. Futás közben egy kicsit lassabban közlekedik az ember, nem autóval szágulunk végig a műemlékek között, hanem van időnk fölpillantani, szép épületeket megnézni. Legideálisabb és legszebb részén futhatunk a városnak, úgyhogy ha nem lesz olyan gyors a tempó, akkor még körül is lehet nézni egy kicsit. 30 évvel ezelőtt Olaszországból indult útjára ez a mozgalom. Gyakorlatilag mindenhol ilyen belvárosok, történelmi városrészek, szűk utcácskái között futnak ezek a, hát nem is igazán versenyek, inkább ilyen örömfutásnak nevezhetném. Kikapcsolódás, szórakozás és együttlét. Pécsett 2 évvel ezelőtt járt utoljára Vivicitá, akkor 2100 nevezője volt a futóversenynek. Nagy örömökre szolgál, mint szervezőknek, hogy az idén ez a szám megduplázódott. Tehát 3500 fölötti volt már az előnevezők száma pénteken délután, és ehhez egy jó 500 nevezést tudunk még itt elfogadni, vagy tudtunk elfogadni a helyszínen. Jó ennyi embert látni. Így egy helyen, egy pólóba, egy cél. Mindegyiken itt voltam. Hangulatos. Jó részese lenni most ennek az egésznek. Négyezer ember szabadidős sporteseményen, illetve bármiféle tömeg sporteseményen Pécsett még soha nem mozdult meg egyszerre, tehát mindenképpen örömteli, hogy ilyen sokan vannak. Nyilván ez köszönhető egyrészt ennek a ragyogó időnek, futóidőnek, 20 fok körüli napsütés van, igazán ideális a futásra. Másrészt pedig ugye múlt héten volt Budapesten a Vivicitának a félmaratoni maratoni távja, ott szintén megdőlt a minden korábbi rekord, ott 30 ezer ember vett részt ezen a versenyen. Ez volt minden idők magyarországi legnagyobb szabad idősport eseménye. Jó érzés tenni valamit a városért. Szászvárra jöttünk, ott én vagyok a helyi futónagykövet, de vannak kollégák Komlón és Pécsett is. Az országban 123 településen, illetve Budapest több területén is, kerületekben is vannak futónagykövetek. Feladatunk nagyjából az, hogy a futást megszeretessük az emberekkel. Rajta 11 órakor volt itt a Széchenyi téren, és a Király utcán, illetve a környező, a Székesegyház előtt futnak el, tehát valóban a pécsi történelmi óvárosnak az utcáit járták be a futók. Fontos számotok, hogy milyen helyezést értek el? Nem, csak az a fontos, hogy együtt vagyunk. Igen. Itt az első lány, Honfi Jézus!
fontos számodra, hogy milyen teljesítménnyel végzel? Nem, abszolút nem. Barátnőmmel jöttem, úgyhogy valószínűleg együtt kényelmes tempóba nem izzadunk meg, lekocogjuk, megyünk a tömeg után. Nem igazi futóversenyről van szó, itt mindenki nyer, aki már elindult. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy ezen a kellemes délelőttön családok, barátok, iskolák. Egyébként a nevezők többsége az iskolákból érkezett, nagyon-nagyon sok iskolai előnevező volt. Tehát ezek a csoportok egy kellemes, kocogós, mozgós délelőttel töltsék el az idejüket. A mozgás, a szabadság, az, hogy nem az emberek nem a tévé előtt, a számítógép előtt ülnek, hanem kijönnek, mozognak, együtt vannak, ami szerintem egy nagyon fontos, több ilyen esemény kellene a város életében, ahol ennyi embert megmozgat.